Hát én 2003-tól 2007-ig gyakorlatilag végignéztem most számszerűen 7 főszerkesztőnek a kiválasztását, majd a kirúgását. Ezt mindenki megyes lapjának hívta már akkor is, és ebből itt a helyi önkormányzatot huráztuk, meg éljeneztük, mindegy, hogy mi történt. Majd amikor már senkit nem érdekelt, és a lap az ilyen gyakorlatilag egy morális mocsárba süllyedt, és itt már gyakorlatilag gyűlölték, és már senki nem olvasta, intézményi kötelező előfizetésekből tartotta fönt valahogy magát az újság, de ez sem igaz, mert ugye az önkormányzatnak éves szinten 100 milliókat bele kellett dobálnia, hogy egyáltalán fölmaradjon egy 20 fő szerkesztőség. És akkor itt jöttem én a képbe, aki ugye eddig végignézte a napilapnak minden hibáját. Láttam azt, hogy a financiális problémákat, a terjesztési dolgokat, a témaválasztásokat, a hangnemet. Az egészet végignézve egyszerűen 2007-ben jött a városvezetéstől egy ilyen szándék, hogy ebben a formában nyilván nem kívánják tovább fenntartani a lapot. Tehát amikor a napilap megállt, akkor ott volt egy 3-4 hónapos szünetünk, májusban azt hiszem abba hagytuk, és augusztus 20-án a napilapot, és augusztus 20-án jöttünk ki az új heti lappal. Alapvetően az én fejemben az volt, hogy mondjuk egy 56 oldalas újságból 40-45 oldal igenis esztergom legyen, különböző területekkel foglalkozva, nyilván közélet, kultúra, sport, bármi. Az elején olyannyira tojt mindenki erre az újságra, nincs jobb kifejezés, hogy amikor mi itt ilyen különböző grafikai tervekkel jöttem, mentem, rá se néztek. Tehát se a két alpolgármester, mondjuk legyünk őszinték, ők aztán miért néztek volna rá, tehát azzal a szakmai kvalitással a hátuk mögött, de a meggyes sem érdekelte, nem mintha ő értene hozzá. Tehát az első pár lapszám az úgy jött ki, hogy jó, hát adjátok ki. Az érdeklődés az akkor jött, amikor ugye én nyitottam ebben a labban új dolgokat, olvasói levelet, képviselői oldalt. Tehát ugye beengedtem minden politikai és vallási színezetet az újságba. Ő fölismerte azt, hogy így tálalva egy újságot meg ingyen és odavívva és bedobva, az egy kőkemény erős médium. Csak aztán, amikor 2007-8-ban ugye elkezdődött a Szent István botrány, a forgalom átalakítás, ugye akkor az újság nem húzódhatott hátra. Tehát az újságnak el kellett kezdeni effektíve véleményt formálnia. Én, mint főszerkesztő nyilván ezekben a jegyzetekben ott a harmadik oldalon, bár békés véleményt formáltam, de nem álltam ki a tulajdonos és az ő hatalma mellett soha. Ez folyamatosan rombolta ugye a városvezetéssel való kapcsolattartást, akiknek meggyőződése volt, hogy ez a hídlap ez tulajdonképpen azért van, és ezt ki is mondták többször, hogy ez őket kiszolgálja. Semmi másért. A szocialisták azok, kommunisták azokkal nem kell foglalkozni, és igenis én oldjam meg valahogy, mint főszerkesztő, hogy szakmai alapon tiltsam ki az akkori szocialista képviselőket, az SZDSZ-es képviselőket, tehát őket ne engedjen be az újságba. És akkor itt kezdődtek a bajok. A Fidesz képviselők lusták voltak, az ellenzéki képviselők örültek annak, hogy végre van egy fórum, ahol meg tudnak szólni, tehát öntötték felém az írásokat. De amikor már sokat szóra jelent meg úgy hídlap, hogy markánsan megfogalmaztak a Fidesz frakcióval szemben véleményt, akkor nem az volt a megoldás, hogy jó, akkor ők írnak, nem, akkor a megyes tanulás kinevezett egy cenzort. Kálmán Sándor, kulturális bizottság vezetője most jelen pillanatban a testület tagja, kijelöltek egy cenzort elképesztő módon, akin keresztül majd én eldönthetem, illetve majd ő eldönti, hogy a képviselői oldalra kik jöhetnek be. Na most egy fideszes önkormányzati képviselő azt mondja, hogy nem lehet berakni a szocialista képviselő írását, és trükközlek én azzal az idővel, hogy ne úgy fogadjam be, meg labzárta volt, na mondtam, hogy na nem, ebben én nem fogok részt venni. És akkor így szépen lassan megcenzúrázták telibe a képviselői oldalt, mikor látták, hogy ez a cenzúra sem működik, mert még ott is ki tudtam játszani a rendszert, és igen, beraktam egy Horváth Mihályt, hogy beraktam egy Nyíri Attilát, akkor egy testületi határozattal megszüntették. Tehát ez volt. Olvasói leveleket is megszüntették meg a képviselői oldalt. Na az volt a lapnak a hattyú dala tulajdonképpen. És akkor onnantól kezdve én már csak a főszerkesztői jegyzeteken keresztül tudtam kommunikálni. És akkor szeptember elején jött le egy levél a hivatalból, ugye, mint főszerkesztőnek címezve, hogy szüntessen meg a főszerkesztői jegyzetet. És akkor visszaértem, hogy a szakmai kritérium nem fogom megszüntetni, mert a tulajdonos milyen alapon szól bele szakmai dolgokba. És akkor szóban a megyes meg is adta a választ, azért, mert az ő pénzén én ne népszerűsítsem magamat. El kellett azt hinniük a én kollégáimnak, hogy én tartani fogom a függetlenséget. Ugye én tartottam egy rövid cégfoglalót itt egy testületi ülésen, az akkor még 23 fős testületből 22 igennel megszavaztak engem főszerkesztőnek. Az már csak érdekesebb, hogy amikor kirúgtak, akkor Megyes Tamás egymaga rúgott ki, tehát akkor már érdekes módon nem volt szüksége semmilyen testületi jóváhagyásra. De a lap az biztos, hogy elindított valamit a fejekben, egyfajta folyamatot, megmutattuk azt, hogy kisvárosban lehet mondjuk egy bizonyos ideig, nyilván még nem sértünk egy csomó érdeket, tehát lehet tisztán működni.